Két héttel a műtét után kíváncsian indul az orvosi központba, hogy megpillantsa az eredményt. Hello, rég láttam. Hogy vagy? Szia, Judit. Köszönöm szépen. Jól. Na hát most az fog történni, hogy felfekszem, a haskötőt levesszük, jó, és megnézzük a sebedet. Ez az a haskötő, amit egy ilyen műtét után egy 6-7 hétig hordani kell a paciensnek. Ez nagyon fontos, mert segít abban, hogy a felpreparált bőrzsír lebegye, nagyon szépen letapadjon az alapjára. Na nézzük. Jaj. Judit. Szvájt. Nagyon büszke vagyok rád. A striák jelentős része kijött, de itt lehet látni középült azt, ami benn maradt. És most levesszük a kötést. Jaj. Jó? Ez több rétegben van összevarva. És hát körülbelül egy-másfél év, mire kialakul a végleges formája ennek a hegnek. A köldökvaratokat eltávolítottuk, ide alulra pedig teszünk egy új kötést. Judit, gondolom kíváncsi vagy a végeredményre. Viszont be is fogadod a szemed. Nem akarom befogadni a szemed. Látni akartad már nagyon. Madrekom. Milyen szép. Nagyon szépen köszönöm. Most hamarosan indulsz egy olyan helyre, ahol át fogsz alakulni. Át fogsz alakulni egy profi fotós kezei között és az ő csapatának a kezei között. Ő pedig nem lesz más, mint Nánási Pál. Aki képzeld el, hogy le fog téged fotózni, teljesen átalakítva az új testedben. Nagyon várom. És ez lesz szerintem a habatortám. Ez egy hatalmas ajándék. Ragyogó fogsorral, feszes hassal és dúsabb ajkakkal állhat Judit Nánási Pál kamerája elé. Itt sincs egyedül. Profi sminkes, stylist és fodrász lesz a segítségére, hogy a fotókról a gyerekkorban rajzolt királylány mosolyogjon vissza. Egy ilyen nagyobb vagány beüléssel kéne kezdjünk, mondjuk egy hatalmas terpeszt. Átalakulás előtt így nézett ki Judit. És mint a mesében, így fest most ugyanaz a 45 éves három gyermekes anyuka. Szép testben. Aki nem hiszi, járjon utána a széptestben.hu oldalon. Elkészült a könyved. Gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Ügyes voltál. Köszönöm szépen. Erre kocincsunk. Köszönöm. Egészségedre. Gratulálunk. Köszönöm még. Szépen. Köszönöm. Hogyha lesz hullámvölgy az életemben, mert biztosan lesz. Lesznek rossz napok, rossz pillanatok, akkor én ezt az albumot előveszem, és ránézek, és azt mondom, hogy igen, nő vagyok, és jó csaj vagyok.